A diákok közül kevesen tudják, hogy a közteherviselés szempontjából a dolgos fiatalok már felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra ugyanolyan szabályok érvényesek, mint más munkavállalók esetén. A diákok hivatalosan 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben szülői engedéllyel a 15 éves tanulók is vállalhatnak munkát. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy munkába állás előtt célszerű a leendő foglalkoztatót a NAV honlapján leellenőrizni, mert a hátrálékos, felfüggesztett vagy be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégnél kockázatos munkába állni. A munkavállaláshoz adóazonosítójelre van szükség, amit a NAV-nál kell igényelni. A foglalkoztatónak az adóról és jövedelemről igazolást kell kiállítania a munkavállaló részére, továbbá ragaszkodnia kell az írásban megkötött munkaszerződéshez. Ez utóbbi az alkalmi és idénymunka esetében nem kötelező. Munkaszerződés alapján, illetve iskolaszövetkezet tagjaként munkaviszony keretében végzett munka esetében a munkáltató egy bizonyos 16%-os mértékű személyjövedelemadó előleget von le a munkavállalótól. Ezen túlmenően a 10% nyugdíjjárulék és a 8,5% egészségbiztosítás és munkaerőpiaci járulék levonására is sor kerül a munkavállaló béléből. Nem von járulékot az iskolaszövetkezet a tagként történő foglalkoztatás esetén. Megbízási szerződés alapján végzett munka esetében a diák 10%-os költséglevonást vagy kételes költségelszámolást is választhat. Ha a diák idénymunkát vagy alkalmi munkát végez, akkor a bérét levonások nem terhelik, a közterhet a munkáltató fizeti. A diáknak csak akkor kell személyi jövedelemadót fizetnie, illetve adóbevallást benyújtania, ha a jövedelme meghaladja a foglalkoztatás napjai és a kötelező legkisebb napi bér szorzatát. Háztartási alkalmazottként adórendszeren kívüli jövedelemhez jutnak a diákok, így keresetüket adókötelezettség nem terheli, bevallási kötelezettségük sincs. Háztartási munka keretében végezhető például ugye kertgondozás, gyermekfelügyelet vagy akár takarítás is. Az adóbevallást 2016. május 20-ig kell beadni. Megbízással, iskolaszövetkezeti tagként és munkaviszonyban SZIA bevallásként, míg idénymunkában és alkalmi munkában a minimálbér feletti összegről.